Mit kíván a magyar nemzet? Közösen ünnepeltek a bajaiak március 15-én. Nem minden fiók gyógyszertárban lesznek gyógyszerészek. Májustól lép életbe az új rendelet. Megvan az első győzelem. A rájátszásban felülkerekedett a Beszkid Baja U16-os csapata. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 18-ai hétfő esti híradója már is kezdődik. Az 1848-49-es szabadságharc kitörésének 176. évfordulójára emlékeztek a bajaiak március 15-én a Petőfi-szigeten. A műsort ezúttal a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola tanulói adták. A nemzeti ünnep hivatalosan a Magyar Sajtónapjának is számít. Zúg március záporos fényvel, suhog a zászlós tűz a vérben, hüvelyét veszi, branga kardlap, úgy kell föl, mint forradalmad! 176 éve, 1848. március 14-én este érkezett az előző napi bécsi forradalom híre Pest-Budára. Ezen felbuzdulva a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak cselekvésre szánták el magukat. Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Pujovszki Gyula megfogalmazta a 12 pontot, valamint a politikai fellépésüket indokló kiáltványt. A 176 évvel ezelőtti eseményekről a bajaiak a Petőfi szobornál emlékeztek meg pénteken. A műsort ezúttal a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és óvoda diákjai adták. A megemlékezésen Nyirati Klára, Baja megyei jogú város polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait, aki kihangsúlyozta, modernkori történelmünk egyik meghatározó eseménye 1848. március 15-e, ezért büszkén kell emlékeznünk erre a napra. Hozzátette, példaértékű összefogás jellemezte a magyarok akkori cselekedetét, ez pedig a mai emberek életét is megpecsételte. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ez a felszólítás gróf Széchenyi Istvántól származik. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk megérteni, mi történt március 15-én. Mi volt az a szikra, ami összefogta a magyar embereket. Az ünnepi műsort követően a hagyományoknak megfelelően a politikai pártok, oktatási intézmények és civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el a forradalom egyik legnagyobb alakját, Petőfi Sándort ábrázoló szobor lábánál. 2024-ben nem csak a felvételi, hanem az érettségi is megváltozik, hiszen befejezi a középiskolát az az évfolyam, amely 2020-ban az új nemzeti alaptanterv alapján tanult. Több feladatsor átalakul és új elemek kerülnek például a magyar érettségi középszintű feladatsorába, írja az eduline.hu. Leginkább a középszintű magyar érettségit érinti a változás, amelynek része lesz egy irodalmi feladatlap is, amiben alapvetően műveltségi teszthez hasonló alapon kérdezhetnek a diáktól szinte bármit. A magyar mellett a természettudományos tárgyak esetében is átalakulásra kell majd számítani. Az eddigi gyakorlati vizsga feladatok helyett ugyanis a diákok saját kutatás alapján tanév közben összeállított projektmunkát is választhatnak, amit a diplomamunkához hasonlóan kell majd megvédeniük. 2024. január 1-je után már kizárólag az új általános követelmények és az ezekhez kapcsolódó új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. Májustól a fiók gyógyszertárakban nem lesz kötelező gyógyszerész jelenléte egy jogszabálymódosítás miatt. A munkát távfelügyeletben is elláthatják ezekben a patikákban. Az Indexnek nyilatkozó hálózatban működő gyógyszertárak szövetsége a vidéki gyógyszerellátás szempontjából előrelépésként értékelte a szabályozást.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint azonban ez szembe megy a szakmai szabályokkal és betegjogi kockázatokat is rejt magában. Jelenleg minden hazai patikában dolgoznak gyógyszertári szakasszisztensek, akik kiadják az orvosságokat, és gyógyszerészek is jelen vannak, akik szakmailag felügyelik a munkát, és elkészítik, vizsgálják, illetve ellenőrzik a gyógyszereket. Májustól egy jogszabály módosításával ez változik. A gyógyszerészek a közforgalmú gyógyszertárakban, az anyapatikákban lennének fizikailag is jelen, míg a fiók gyógyszertárakban, a kisebb településeken elég lesz a szakasszisztens a helyszínen. Ha szükséges, akkor a gyógyszerésznek 15 percen belül tápfelügyelet útján be kell tudnia csatlakozni az ott folyó munkába. Az általunk megkérdezett bajaiak nem tartják jónak a jogszabálymódosítást. Én nem találom jónak. Miért? Hát azért, mert azért ők tudnak segíteni. Most azt nem tudom, hogy aki ott lesz asszisztens, vagy ki, hogy az mennyire tud segíteni. A szakma és a hivatás az rendkívüli módon fontos lenne. Tehát én abszolút ellenzem ezt. Megáll az ész. Tehát nem ért vele egyet? Nem. A szakmai szervezetek közül egyedül a hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetsége támogatja a rendeletet. Az Indexnek azt írták, hogy az új szabály szerintük lehetővé teszi, hogy több településen tudjon működni gyógyszertár, mivel jelenleg Magyarországon 700 ezeren élnek olyan helyen, ahol nem elérhető közvetlenül gyógyszer. A szövetség azonban a szakasszisztens személyére és a gyógyszerész elérhetőségére vonatkozóan is szigorú feltételeket szabott volna. Dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke nem ért egyet a szövetséggel, hibának és kockázatos lépésnek tartja az új szabályozást. Az elsődleges aggodalmunk abból fakad, hogy azok a betegek, akik ezekbe a kis gyógyszertárokba, fiók gyógyszertárokba elmennek, esetek jó rétében még orvossal sem találkoznak, tehát mondhatjuk azt, hogy a diplomás egészségügyi szakemberrel való találkozásnak a lehetősége hiúsul meg, és ezzel párhuzamosan pedig egy olyan minőségi egészségügyi ellátásnak a lehetősége szűnik meg a számukra, amikre viszont őnekik különösen amiatt, hogy más egészségügyi ellátásokhoz sem nagyon jutnak hozzá, mindenképpen indokolt lenne. Dr. Hankó Zoltán kiemelte, forrás kellene nyújtani a kis fiókgyógyszertárak fennmaradásához. Úgy látja, azzal nem oldódnak meg a gazdasági problémák, hogy nem szükséges a gyógyszerész jelenléte. Az ágazatban ráadásul több mint kétszer annyi gyógyszerész tevékenykedik, mint 25 évvel ezelőtt. A rendelet ellen tiltakozik a gyógyszerész szakma, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a négy hazai gyógyszerészképzőkar, valamint több mint 4000 gyógyszerész. Kiemelkedő eredményt ért el az Eötvös József Főiskola az idei általános felvételi eljárásban, tudatta híradónkkal az intézmény. Az oktatási hivatal nyilvános adatai szerint a jelentkezések száma 44,3%-kal, míg az első helyes jelentkezők száma 54,5%-kal növekedett a 2023-as évhez képest. A pedagógus és a gazdasági képzések valamennyi alapszakán az első helyes jelentkezéseknél emelkedés tapasztalható. Az EIF által meghirdetett képzések közül a legnépszerűbbnek a csecsemő és kisgyermeknevelő szak bizonyult. Ezt követi az óvodapedagógus, valamint a gazdálkodási és menedzsment szak. Dr. Szilágyiné, Dr. Singer Ibolya, a főiskola rektora elmondta, a kifejezetten sikeres tavalyi év után a 2024-es általános felvételi eljárás eredménye felülmúlta az előzetes várakozásokat. Az első helyes jelentkezők száma 502 fő, összességében pedig mintegy 1326 fő adta be jelentkezését az intézménybe. Az országos tendenciával megegyezően a pedagógus képzések iránt megnövekedett a tovább tanulni vágyók érdeklődése. Ez a bajai adatokban is egyértelműen megmutatkozik, áll az intézmény sajtóközleményében. A ponthatárokat várhatóan július 24-én állapítják meg. Ekkor derül ki, hogy a jelentkezők felvételt nyeltek-e az általuk megjelölt képzésekre. Emléktáblát avattak Mészáros Lázár egykori hadügyminiszter emlékére március 14-én a Honvédelmi Sportközpontban.
Az eseményen a Berecki Máté szakközépiskola diákjai adtak műsort, ezzel is tisztelegve a bajai honvédaltábornagy előtt. Mészáros Lázár, egykori hadügyminiszter emléktáblája díszíti mostantól a Bajai Honvédelmi Sportközpont épületét. A plakettet március 14-én csütörtökön egy emlékműsor keretében avatták fel, amelyet a bereckis diákok adtak a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenészeinek közreműködésével. Mészáros Lázár honvéd altábornagy 1796-ban született Baján, akit tudományos munkássága alapján a Magyar Tudós Társaság 1844-ben levelező tagjává választott. Huszártisztként részt vett a napóleoni háborúkban, először a 7., majd az 5. huszárezredben szolgált, melynek később a parancsnoka lett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik fő alakja volt. Lassan 2 éve, 2022. március 24-én adhattuk át az elkészült Honvédelmi Sportközpontot, és akkor a beszédemben azt kezdeményeztem, hogy ha már itt van a Honvédelmi Sportközpont, és Bajának mégiscsak vannak ilyen hagyományai, ezért nevezzük el ezt az intézményt Mészáros Lázárról, mert hogy ő mégiscsak az első felelős kormány hadügyminisztere, aki Baja nagyszülöttje volt. Hála Istennek sikerült, mert 2 év után ez az emléktábla azt jelzi, hogy egyrészt itt is megemlékezhetünk Mészáros Lázárról, ápolhatjuk azokat a honvédelmi hagyományokat, amelyek Baján megvan itt a határ mellett, és valóban tisztelekhetünk Mészáros Lázár emléke előtt. Az eseményen dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke is részt vett, aki beszédében az 1848-49-es eseményekre is visszatekintett. Kiemelte, március 15-e a hazaszeretet ünnepe. Nagyon fontos, hogy az emlékezet kultúráját ápoljuk. Arról beszéltem, hogy biztos vagyok benne, hogy Mészáros Lázár az első hadügyminiszterünk, aki megteremtette a magyar honvédséget, létrehozta, és a nemzeti válás időszakában nélkülözhetetlen szerepet töltött be ezzel is. Ez egy olyan nagy ünnep a magyarság életében, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez a hazaszeretetünknek az ünnepe. Tehát egy nagyon szép ünnep. És biztos vagyok benne, hogy Mészáros Lázár, ha a Jóisten mennyi seregéből lenéz ma ide Bajára, akkor büszkeséggel néz rá, hiszen van folytatása annak, amit ő megkezdett és elkezdett. Dr. Simicskó István hozzátette, a hazaszeretet elmélyítésében nem csak a szülők, hanem a pedagógusok is segíthetik a gyerekeket. A kadétképzés és a honvédelmi sportközpontok pedig további tudást biztosítanak a fiatalok számára. Az ünnepségen Kálmánné dr. Bari Bernadett beszédében gróf Széchenyi Istvánt idézte, aki szerint a múlt tisztelete vezethet el a jelen megértéséhez és a jövő alakításához. A mai nap is tanúbizonsága annak, hogy mi bajaiak tiszteljük a múltunkat, és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megértsük és tovább vigyük mindazt, amit őseink ránk hagytak. Mészáros Lázár élete és munkássága, csak úgy, mint a márciusi ifjak elszánt küzdelme, arra ösztönöz minket, hogy hittel és elszántsággal együtt munkálkodjunk azért, hogy Baja élhető, biztonságos és fejlődő város legyen. Mészáros Lázár 1858. november 16-án halt meg Angliában. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy nem kíván hazájába visszatérni mindaddig, amíg az ország területén idegen hatalom katonái tartózkodnak. Hamvait 1991. március 15-én helyezték végső nyugalomra a bajai Szent Rókus kápolnában. A 2023-ban útjára indult Millió lépés az iskoládért elnevezésű program idén is folytatódik. Az őszi forduló végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, amelyet sportszervásárlásra fordíthatnak. Az őszi kihívás során a bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola bekerült a nyertesek közé. Az újabb felhívásról Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár értesítette az iskolákat. Az akció célja, hogy 2024. március 25-től 11 héten át a lehető legtöbb magyar gyermek mozogjon minden nap. A programban részt vehetnek a diákok, szülők, nagyszülők, tanárok és mindenki, aki aktív mozgással támogatná az általa választott iskolát. A versenyben ezúttal is 100-szor 1 millió forintos sporteszköztámogatást sorsolnak ki az iskolák között. A zöld pontok összegyűjtésével az intézmények bekerülhetnek azon 30 iskola közé,
akik a kihívás végén 250 000 forintos támogatást nyerhetnek. A kihíváshoz több önkormányzat is csatlakozott, amelyek 300 000 forintot ajánlottak fel mindazoknak, akik teljesítik az országos kék kör hétszeresének megfelelő távot. Olvasható az államtitkár felhívásában. A Debrecen ellen folytatta a szereplést a rájátszásban a Basketbalja U16-os A csapata. A serdülők hazai pályán megszerezték az első győzelmüket a legjobb 8 között, így bizakodva várhatják a folytatást, ahol a cél az első 6 hely valamelyikén végezni. Szombat délután ismét megtelt a Dr. Posta Sándor sportcsarnok lelátója. A Basketbalja U16-os gárdája a Deac Kosárlabda Akadémia csapatát látta vendégül. Mindkét együttes vereségekkel kezdte a rájátszást, így a májusi országos döntőbe jutáshoz fontos volt a győzelem megszerzése. Ennek megfelelően kiélezett küzdelmet láthatott a közönség. A lefújást követően a hazai edzőtől megtudhattuk, a játék melyik elemével volt megelégedve. A fegyelmezetlensége az a nem, abszolút, főleg az első félidőben lehetett ezt látni. A második félidő ott meg korrigáltuk a dolgokat, illetve a küzdés ott már összeállt. Tehát ott elkezdtünk futni, azt, amit kértem, elkezdtük megvalósítani. Az első félidőben nem sokat láttunk, azért volt egy szoros meccs. Illetve a Debrecennek volt az első negyedben nagyon jó dobóformája, 6 darab 3 pontos dobtak, és ez is megnehezítette a dolgokat nagyon. Az első negyedet a vendégek nyerték 7 ponttal, majd sikerült rendezni a sorokat, feljavult Bánócki Bencék védekezése, és az utolsó negyedben mutatott remek játéknak köszönhetően bebiztosították a 13 pontos győzelmet. A Basketbalja U16-os együttesének legjobbja a 25 pontig jutó Hódos Patrik lett. Az elején nagyon rosszul kezdtünk, nem futottunk, de a végére sikerült összeszedni magunkat. Saját teljesítményeddel mennyire vagy megelégedve, mi az, amit ki tudsz emelni, mint kell javítanod a következő fordulókra? Hát a jobb kezet gyakorlom, az nem annyira ment, de most sikerült sok jobbat dobnom, de azon kívül ment. Hármas még nem, de ment. Csapat szinten mi az, ami ment ma? Hogy látod, miben voltatok jobbak a Debrecennél? Hát a védekezésben jobbak voltunk, mint ők, és sok lepattanót szedtünk, és gyorsan tudtunk indulni. A serdülő fiúkra a negyedik fordulóban is egy fontos mérkőzés vár. Március 22-én pénteken 18 órától az oroszlány vendégeként lépnek pályára, akikkel jelenleg azonos pontszámmal állnak a tabella 5. és 6. helyén. A bajaiakra egy nehéz találkozó, és a mostanihoz hasonló hangulat vár majd idegenben. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Mit kíván a magyar nemzet? Közösen ünnepeltek a bajaiak március 15-én. Nem minden fiók gyógyszertárban lesznek gyógyszerészek. Májustól lép életbe az új rendelet. Megvan az első győzelem. A rájátszásban felülkerekedett a Basketbalja U16-os csapata. A Bajai Televízió híradóját látták, friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra! Éjszaka az ország legnagyobb részén kiderül az ég, de este az északi középhegységben és környékén, reggel pedig a Duna-Tisza közén erősebben felhős tájak is lesznek. Kedden a Nyugat-Dunántúlon derült maradhat az ég, másutt viszont erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de így is több órás napsütésre lehet számítani. Számottevő csapadék nem valószínű. Holnap az északi szél már csak a Dunától keletre fekvő tájakon lesz élénk. Estétől mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet, általában mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű. Fagyra kiemelten a Dunántúli északi felén kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7 és 12 fok között alakul.